Sziasztok, Painfolyok, és itt egy újabb videó, méghozzá egy újabb epizódja a Road to Division 1 nevű sorozatnak. Ez az 5. epizód, és ezzel a csapattal fogunk játszani. Ahogy láthatjátok, egy új tagja van a csapatunknak, méghozzá Misi Bacsuai, aki szerintem egy nagyon jó kártya. És azt is láthatjátok, hogy elég nagy szerződésbeli problémáink és pénzügyi problémáink vannak. De remélhetőleg ezek alatt a meccsek alatt nyerni fogunk tudni, és összeszerzünk jó pár coint, úgyhogy bele is vágunk. Az előző epizódban egy győzelem és két döntetlen volt. Ezt a 9. osztályt két döntetlennel kezdtük, de most remélhetőleg nyerni fogunk egy-kettőt, úgyhogy kezdünk a Premier League csapattal, és keresünk ellenfelet. És meg is találtuk ellenfelünket, a Borussia nevű csapatot, és remélhetőleg tovább megy, igen, tovább megy, király, jó lesz a bajuszos mez. És hogyha ő is mezt választana, akkor mehetnénk tovább, király. És nézzük a csapatát, hogyha csak nem változtat. Nem változtat, és itt a csapata, ami egy Bundesliga csapat, ha jól látom. Egy elég erős Bundesliga csapat, hasonlít a miénkre. Embolo, igazából Toprak, esetleg Baba, aki még innen eszembe jut, Meyer, de szerintem verhető lesz ez az ellenfél. Hát, ezt nem hiszem el. Zseniálisan kezdődik számunkra ez a mérkőzés. Szöglet. Pantelimon fantasztikus védése után. Ez lesz volt? Olyan lesz volt? Nem volt lesz. Bacsuai! Azt hittem, hogy a bemutatkozáson góllal kezdhet. Szerelik. Sarokkal. Megint bufál. És a lövés Redmond! Védi a kapus. Ó, Bacsuai az új tökéletes. Bufál. És bum! 1-0 az állás bufál góljával. Elég szépen végigjátszott akció volt, de ezt a meccset eddig domináljuk. És lehet tényleg... és lefelé szegezd ezt, vagy hát egy nagyon nagy forma. Bacsuai nagyon jól kezdi a pályafutását a 8-1 FC-ben. Ott indul Callum Wilson. Ott a meglátás és a lövés! Kapufa. Mert a FIFA 17-es kapufa mondt. Hoppá, ez szép volt így. Redmond! Redmond! Ha ellőni, az király lenne, de nem lövi el. És fél idő van, 1-0 az állás. Hát, kiegyenlítettebb, mint én éreztem, vagy gondoltam volna. De szerintem ez a meccs kézben van. Hoppácska. És... 1-1 az állás. Egy hihetetlen technikai góllal egyenlítettek, és természetesen Debbel a kolléga. Ahogy láthatjuk, fantasztikusan kidolgozott akcióval. Redmond! Redmond! És kilövi a stadionból. Nem akar ő nyerni, nem kell az a három pont. És vége a mérkőzésnek, 1-1 lett a végeredmény. Érdekes mérkőzés volt. Bufál jól játszott, Pacsuá is nagyon jól játszott. De kaptunk coint, is fogunk tudni venni szerződéseket, ami igazából ezért játszottuk le ezt a mérkőzést. Eddig 3 döntetlennel kezdtük el ezt a divíziót. Rendkívül érdekes. Úgyhogy következzen is a következő mérkőzés, ugyancsak a Premier League csapattal. Megtaláltuk ellenfelünket, Barcelonás FC Stella Rosa XX Victor 3108XX. Az FC Victor nevű csapat. Bajuszos mez jó lesz, mint mindig. És nézzük a csapatát. Na. Ott van elő, ha jól látom, Mario Gomez. Brooks. Kagawa. Talán Tosic. Fulhames kapus. Érdekes a csapat. Ezt illene megverni. Főleg hazai pályán. Meglátjuk, mit tudunk csinálni. Meglátjuk, hogy nyerőkedvűben van-e a csapat. Szerintem nem játszik a kedves kolléga.
De nem biztos, lehet, hogy csak szerencsétlen. Úgy néz ki, ma nyerni akar a csapatunk, ami segít. Hogyha ezt megnyerjük, akkor már biztos nem esünk ki, de szerintem tényleg nem játszik a kedves ellenfél, az FC Viktor. Timo Werner a másik csatára. Még egy szép összjáték, és megvan a második gól. Buffal gólja. Azt hiszem, ez Buffal. Szép kis összjáték volt egy középpálya környékén megszerzett labdából. Igen, Buffal volt, úgyhogy 2-0-ra vezetünk, és ezzel valószínűleg bebiztosítjuk, hogy bennmaradunk a 9. osztályba, természetesen a bajnoki cím a célunk. Azt mondja a kommentátor, hogy undorral néztek rá ezután a lövés után, de a kapusra is undorral fognak nézni, hogyha ez bement volna, de az gyönyörű lövés volt, pont így akartam. És megvan a beadás, és ebből indulhat az ellentámadás. Callum Wilson 1-1-ben van a kapussal. Callum Wilson, csak belövi. 3-0 az állás még az első fél időben, ami nagyon jó jel. Jó kis csőrös, spicces harcos. És kilépett az ellenfelünk. Ezzel, ha jól tudom, bebiztosítottuk a bennmaradást, és már egy lassan 8 meccses veretlenségi sorozaton vagyunk, ami azért nem rossz, az egy dolog, hogy ebből 3 döntetlen volt. De ebben az epizódban még lesz... Ó, 2 asszisztot is adott Batshuayi. Ebben az epizódban még lesz egy darab mérkőzés. És meglátjuk, hogy azt a Premier League-es csapattal, vagy a Bundesliga-es csapattal fogjuk lejátszani. Megtaláltuk kedves ellenfelünket, a Paderborn 1907. Mert 1907. Bajuszos mezz, mint mindig. Félek, hogy ennek a Chavesnek jó csapata lesz. Jaja. Ribery, Chicharito, Embolo, Götze, Xabi Alonso, Thiago, Piszczek, talán hővéd, de ezt nem tudom, Javi Martinez, máskodon talán Schmelzer és Leno. Egy elég kemény Bundesliga csapat, de nem akarom elveszteni a veretlenségünket. Doucouré, BOOM! Ajjajjaj, Leno kiszedte. Hoppá, ezt túlságosan is kiadtam, de lehet, hogy nem. Callum Wilson, ki ez, de gólt lőtt. Talán Redmond. Gyönyörű gól, és a 6. percben vezetünk egy enyhén mázlista góllal. Callum Wilson lefejelte, majd bepasszolja, és a védő pedig udvariasan eláll a labda elől. Így a jó. Batshuayi. És a csel befelé, és a lövés! Fölső kapufa. És 2-0, mekkora mázlisták vagyunk. Batshuayi megszerzi a második gólt. Egyfejes, majd Batshuayi befejezte az akciót. Én, ha az ellenfél lennék, jelenleg nem szeretném a FIFA-t. Hoppá, jól fordul le. Majd brutálisan kilövi a bal felső sarkot. És a Gangnam Style az nem járt le már úgy 2 éve. Nem baj, Chicharito megengedheti magának. Egy hiba is ki is használták, már így 2-1 az állás. Csak nehogy ebből önbizalmat szerezzen. Batshuayi! 3-1 az állás, Batshuayi duplázik. Kötényt ad a kapusnak, majd bepasszolja a sok bajszos szurkoló. Leno nem örül. Én annál inkább. És félreállunk Embolo elől. Nehogy már nehézsége legyen. Elengedjük a labdát szépen, hadd jöjjön 1-1-be a kapus fele. Lol. Ez nagyon jó, az a gól öröm. Csak kár, hogy őlőtte a gólt. Udvariasak voltunk, engedtünk nekik még egy gólt. Védő egyértelműen félreállt neki. Piszczek csúszik be. Buffal, de szerintem így les.
sajnos les volt, pedig lőttünk egy gólt. Szegény Callum Wilson pofára esni. Fél idő van, 3-2 az állás. Neki három lövése volt is. Eddig 100%-os. Amit előttünk, az kapura ment. Úgyhogy ez jelzi a meccs minőségét. 3-2 az állás, ez pedig a kapus minőségét jellemzi. Ó, Buffalnak egy gyönyörű indítás. És Buffal tekeri! Ez közel volt. Jó, megint Buffal, azt a mindenit. Változatos a mérkőzés, de most jó paszt ad, ez tényleg változatos. És most Callum Wilson-i a labda, és most Callum Wilson belelövi a kapusba. És a 90. percben vagyunk, és lefújják a mérkőzést, és megnyertük 3-2-re. Szerencsére. Hú, Michy Batshuayi fantasztikus meccsen vett részt, vagy fantasztikusan teljesített. És szerintem jobbak voltunk ellenfelünknél. És már mindjárt megvan a bajnoki cím a 9. osztályba 5 epizód alatt, ami szerintem nagyon jó. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, dobjátok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjátok egy diszlájkot, és írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Painful voltam, és a viszont hallásra!